Pedagógus Tisztelt Bizottság, én rövid leszek, mert én nem azért jöttem, hogy Budaházy Györgyel találkozok. Bejutottam több intézménybe, és nem csak a Budaházy urat látogattam, mint ahogy Lépási államtitkár úr ezt jegyezte félig cinikusan, hanem mondjuk személyesen meggyőződtem nagyon sok előzetes fogvatartottnak a tartási körülményeiről, több intézménnyel, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, és most a személyes tapasztalatokra támaszkodva azt kell mondjam, hogy Magyarországon az előzetes fogvatartás a megtörésnek az eszközeként használják. A tisztességtől beszerzett bizonyítékok se szolgálhassanak alapul arra, hogy valakinket előzetesben tartsanak. Nagyon meg vagyok lehetve azon, hogy a magyar bíróknak, ha nincsen pozitív jogi kifejezett kötelezettség arra, hogy a meggyőződésük szerint hozzanak meg egy döntést, akkor ellenkező irányba viszik el a joggyakorlatot. Olyan bizonyíték alapján vannak bent, amelyekről már most az eljárás ellen szakasz a magánállapítható, hogy nem tisztességes módon került egy beszerzés. A bíró gyakorlat nem reagált még erre a helyzetre, pedig ezt aztán már nem kell hasonlítani, mert meg tudna erősíteni, hogy ez bizony egy sajnos egy létező gyakorlat. Az elrendelés keretében a 2006 őszi gyakorlat volt a legszomorúbb, legdrámaibb példa, amikor talán 2006 az elmúlt azért jogsértését vizsgálva a bizottságban tártunk fel, közösen Borbély Krisztinával, több kormánypárti képviselővel ellentés is részt vett ebben a munkában, ahol ugye tényleg az ügyészség sajnos mai napig egyébként önvizsgálatot nem tartott. Az indítványaikkal lényegében teret adtak ezeknek a futószalagon született ítéleteknek, vagy előzeteseknek. Abban a helyzetben kell, hogy legyen a terhelt, hogy az ellene felhozott bizonyítékokat megismerhesse. Ez egy alapvető elvárhatóság, ez egyértelműen a Strasbourg Emberjogi Bíróságnak a gyakorlatából következik. Van egyfajta kontradiktorikus jellege az előzetesen kapcsolatos döntéshozatlanak, illetve kellene, hogy legyen. És nem utolsó sorban a bírónak kell döntenie. Tehát valóban nem az ügyésznek, a bírónak, és ehhez pedig a bírónak is meg kell, hogy ismerje a bizonyítékokat, és mérlegelnie kell. Olyan jogszabály kell alkotni az előzetes letartóztatás ellenjelő lehetőségek kérdésében, amely legalább ezt a három szempontot tartalmazza. Szabó Tina a képviselőasszony, aki ugye az ENSZ-nél volt ugye börtönlátogató, ebben kapcsolatban elég széles tapasztalatokkal rendelkezik. Nemrég ugye volt Szerbiában, és a Mitrovicai börtönben meglátogatta a temelményi fiúkat, és azt el tudta érni, hogy négy szem közt tudott velük beszélni. Tehát Szerbiában, az Európai Unióhoz nem tartozó Szerbiában meg lehet oldani, hogy Magyarországon is meg lehet szemlélni. A senkinek nem lehetnek illúziói, egy előzetes letartóztatót nem fogja elmondani, és remélem elkövetett jogsértéseket akkor, hogyha a magas rangú VD-tiszt figyeli a beszélgetést. Adjanak nekünk bizalmat, és akár külföldi, akár belföldi előzetesről. Én szeretnék egyébként, mint európai parlamenti képviselő, minden európai uniós tagállamból itt előzetesen letartóztatottat meglátogatni, ezt ahhoz szeretném bejelenteni, és elbeszélgetni vele őszintén arról, hogy mennyiben tartották meg az ő eljárás és fogvatartott jogait.